Emelőkosaras autóval és alpin technikával szedik le a varjúfészkeket Pécsen, a Kertvárosban. Az önkormányzat városüzemeltetési cége rendelte meg ezt a munkát. Vetési varjak azok Pécs több területén is problémát okoznak, ugye beszennyezik a közterületeket, járdákat, játszótereket, utcabútorokat, és ezért szükséges a varjúfészkeknek az eltávolítása, mivel ugye védett állatokról van szó, ezt kizárólag engedéllyel tehetjük meg, és meghatározott időpontban. Az engedélyt a pécsi önkormányzat megkérte és meg is kapta a Baranya megyei kormányhivataltól, úgyhogy a Biocom Nonprofit Kft-tel is kezdte ezt a munkát. Már 10 éve tart ez a harca a pécsi varjakkal, de nem hoz eredményt a fészkek eltávolítása, a fák csonkolása, mondja a szakember. A városüzemeltetés áldásos tevékenységének köszönhetően a varjúállomány nem, hogy csak csökkent a városban, kb. 320 pár volt 2012-ben, hanem a háromszorosára növekedett. Tehát az égvilágon semmilyen eredményt nem értek el vele, csak azt, hogy még jobban szétszórták a varjakat a város területén. Például korábban Uránvárosban nem fészkeltek a varjak, most már több kisebb telep van ott is. Bank László azt mondja, ezek a varjak már nem térnek vissza a természetbe. Az intenzív mezőgazdaság miatt nem találnak megfelelő mennyiségű élelmet, ezért maradnak a városban. Városi varjak a városi szeméten élnek. Gyakorlatilag lehet látni, hogy reggelente végigfésülik a közterületeket, és amit ott találnak, különböző táplálékmaradványokat összeszedik és elfogyasztják. Kukáznak a varjak, tehát a nem lezárt nagy tároló edényekből szépen kiszórják a maradékot, és ott elfogyasztják. Tehát egy zárt rendszerű hulladékgyűjtés talán valamennyire segítene csökkenteni a varjak létszámát. Ez lehetne az egyedüli megoldás a szakember szerint. A vetési varjú egyébként 2001 óta védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Ezért Pécsen is a fészkek eltávolítása után, ami még jövő hét elejéig tart, a madarak költési időszakában, vagyis április 30-áig már csak a varjak riasztása lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek a védendő objektumok, tehát a forgalmas járdák, játszóterek, utcabútorok felett elhelyezkedő fészek kezdeményeket eltávolíthatják. A munkát az illetékes hatóság folyamatos tájékoztatása mellett végzi a Városüzemeltetési Társaság.